adományt gyűjtöttek Kárpátaljának, tavasz a kiskertekben, versenyre készülnek a Szent Anna is diákok, országgyűlés tavaszi időszaka. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 4-én 18 óra 5 perckor. Élelmiszer szállítmánnyal és adománygyűjtéssel is segíti a Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálata az ukrajnai háborútól szenvedőket. A szervezet országos adománygyűjtésbe kezdett a rászorulók megsegítésére. A 1358-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni a humanitárius munkához. Elsősorban tartós élelmiszereket gyűjtenek, másodszorban pedig a Magyar Református Szeretetszolgálat szeretné, hogy az Ukrajnából átjövő menekülteknek szállásokat berendezni, és én vállaltam azt, hogy körülbelül 100 ilyen szálláshelyet szeretnék a holland támogatókkal berendezni, úgy mint bútorokat, ágyakat, matracokat, ágyneműket, a konyhát és természetesen tartós élelmiszereket, hogy ezek a menekültek, akiknek el kellett hagyni a hazájukat, és ott kellett hagyni mindent, és fel kellett adni az egész életüket, ezek egy olyan lakókörnyezetbe kerüljenek, ami tele van szeretettel, és tele van a reformátusok gondoskodásával. Emellett a www.adomány.jobbadni.hu/kampányok/38 oldalon is várják a felajánlásokat, akik közvetlen utalással segítenének a CIB 10-70-20-19 (85-00-88-98-511-511-00-00-5-ös folyószámlaszámra küldhetnek adományt. A közleményrovatba a nemzeti összefogást kell írni. A gyűjtés körülbelül most két kamionnál tartunk. Ez azt jelenti, hogy 200 köbméternyi segély jövő héten el fog indulni Magyarországra, és március folyamán még másik két kamion fog elindulni. Ezen kívül anyagi támogatás is gyűjtenek, és én is buzdítok minden hallgatót és nézőt, hogy a Református Szeretetszolgálatnak a bankszámlájára a www.jobbadni.hu weboldalon keressék meg, és arra utalják a támogatásokat, mert mi nagyon hatékonyan és gyorsan ott vagyunk. Amikor kitört ez a krízis, akkor aznap már ott voltunk egy kb. 500 000 forint értékű támogatással. Közölték azt is, Balogh Zoltán püspök, az Emere zsinatának lelkészi elnöke és Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke folyamatosan kapcsolatot tart Zán Fábián Sándorral, a kárpátaljai református egyházkerület püspökével. Az egyházi vezetők biztosították a helyi közösséget, hogy amiben tudnak segítenek, hozzátették, imáikban hordozzák őket, és valamennyi a fegyveres konfliktustól szenvedő embert egyben közös imádságra buzdít. A mielőbbi békéért. Ézsiás Antal nyugalmazott mezőgazdasági agrármérnökkel beszélgettünk arról, hogyan indítsuk a tavaszt a kiskertjeinkben. Az agrármérnök néhány virághagyma bemutatásával kezdte a sort. Túlmondózsa hagymája tartom a kezembe. Ezen látszik, hogy ezen a tövön, ez egy tő egyébként, ezen két virág is volt, mert látszik, hogy a levágott virágszárnak itt van még a maradványa, amelyiket ugye nem kell ilyenkor levenni, és a többi, ami egy tőben található, ezek a tavalyi évben képződött, eléggé szépen kifejlett tuborózsa hagymák. Itt a következő lépés majd a tavasszal, amikor az ültetés következik, az április vége, május eleje, de leghamarabb április közepe, de annál hamarabb még nem szabad, akkor ezt be kell áztatni előtte 2-3 nappal ültetés előtt, ami azt jelenti, hogy az áztató víz a talajt meglazítja, a hagymákat is meglazítja, és utána ezek a itt látható hagymák, amelyet le lehetne törni, de akkor nem jönne rajta a gyökérrész, ez gyönyörű szépen elengedi, és amelyik laza húzásra könnyen leválik, az önálló tőként ültethető. Ami nem, azt majd megpróbáljuk másként elintézni, és ennek az elültetési módja úgy történik. Bemutatásra került a kardvirág hagymája, amely a téli gondozásnak köszönhetően valószínűleg ismét szép virágzatot fog hozni. Ez a kardvirág hagymája, amelyik aránylag már válogatott állapotban van, eléggé szépen telt, és
biztató abból a szempontból, hogy ez tavaszi ültetés után valószínű, hogy ismét egy remek virágszárat fog hozni. A betakarítás módja is gyakorlatilag egyszerű. A levágott kardvirág után visszacsonkoljuk még a szárakat, és egy rövid szárral, kevés gyökérrel tesszük el. Ez természetesen ősszel, ez még zöld nyers állapotban van, valamennyi ideig száraz, hűvös helyen kell tárolni, kint friss levegőn, és amikor a hidegek következnek, ködös párás idő van, akkor el kell tenni olyan helyre, amelyik 6-8 Celsius foknál nem melegebb, és nem fagyveszélyes hely. A betakarítás módja is gyakorlatilag egyszerű. A levágott kardvirág után visszacsonkoljuk még a szárakat, és egy rövid szárral kevés gyökérrel tesszük el. Ősszel ezeket fel kellett szedni, és olyan állapotba hozni, hogy olyan helyen tárolni, hogy tavasszal, ami most jelenleg itt látható, ilyen állapotban maradjon. Azt jelenti, hogy nem volt fagy veszélyes helyen, nem volt túlságosan meleg helyen, tehát túl sem száradt, és meg sem fagyott, meg sem fázott. Ez jelenleg nagyon szépnek tűnik, és feltételezem, hogy ez már így is fog maradni. Az egyik az a kardvirág, ezzel nem sok gond van, gyakorlatilag egy kevésbé igényes tárolás szempontjából. A másik az a tubarózsa, amelyik igen sok gondot jelent, még akkor is a normális az időjárás. Mert kell hozzá bizonyos szakértelem, kell hozzá jó nagy türelem és egyéb, ami minden esetben szükséges. Mondta el Ízsiás Antal. Mint megtudtuk, az ültetés módja végtelen egyszerű. Egy jól előkészített, ki nem szárított talajban barázdát húzunk, és azt követően 8-10 cm mélyen elültetjük. Majd ezt a sort természetesen meg kell jelölni, mert nagyon nehezen indul, nehezen kezd hajtani, és amikor a tavasz nem kedvező, akkor ez nagyon-nagyon meg tud bújni, és a gyom pedig előbújik, és utána, amikor a gyom is kijön, utána már nagyon nehéz a sort megtalálni. Péter Dániellel, a Szent Annai Sámuel Református Középiskola társadalomtudományi munkaközösségének a vezetőjével beszélgettünk arról, milyen versenyekre készülnek ebben a tanévben. A járványhelyzet és a korlátozások nagyon rányomták a bélyegüket a versenyekre, de ettől függetlenül a Szent Annai sok szép számmal vesznek részt megmérettetésen. Ebben a tanévben is elmondható az, ami tavaly vagy tavaly előtt, hogy azért a járványhelyzet és a korlátozások nagyon rányomták a bélyegüket a versenyekre is, de ettől függetlenül tanulóink és kollégáink is szép számmal vesznek részt versenyeken. Kiemelném a nyelvi képzést és a nyelvi versenyeket, főleg német nyelvből, ahol megyei és országos szinten vesznek részt tanulóink 10-11-12. Évfolyamon, mintegy 12 tanuló nevezett ezekre a versenyekre. Emellett magyar nyelvi és irodalom, szépbeszédverseny, történelem tantárgyból megyei versenyeken szintén 10-11-12. Tanulók vesznek részt, főleg 12. tanulókat tudnék kiemelni, mivel számukra az érettségére való felkészülésben is ez egy fontos megmérettetés, hogy hol tartanak a felkészülésben. A versenyek jó része ezután lesz. Február elején voltak meg az első írásbeli fordulók az iskolában. A versenyek nagy része folyamatban van, hiszen a versenyek kiírása az első fél évben történt meg, vagy a fél év végén. Most jelen pillanatban a regisztrációkon, jelentkezéseken vagyunk túl, illetve ami a nyelvi versenyeket illeti és a történelem versenyeket, ezen a héten, február elején voltak meg az első fordulók, az írásbeli fordulók itt az iskolában. A dolgozatok kijavításra kerülnek, és hogyha elérik azt a ponthatárt és azt a kritériumot teljesítik, amivel tovább küldhetőek lesznek a dolgozatok, akkor értelemszerűen tovább fognak jutni. Minden verseny egyébként majd év végére fog lezárulni. A jelenlegi helyzetben nehéz rávenni a diákokat a versenyekre, de természetesen motiválják a szaktanárok őket, hogy készüljenek rá. Főleg rávenni őket nehéz. Sok diák ezt teherként éli meg, de természetesen motiválnunk kell őket, hiszen motiváció lehet az érettségi, motiváció lehet egy jobb jegy, egy versenyeredménynek az elérése. Magát a felkészülést egyébként, mivel jelenléti oktatás van, ezért ez könnyebbé teszi, hiszen személyesen tudunk találkozni, személyesen plusz órákban tudunk felkészülni, és így azért mégiscsak könnyebb a versenyre való felkészülés. Mivel vannak tehetséges tanítványok és jönnek a versenysikerek, ez a felkészítő pedagógusnak egy visszajelzés, az eszközöket, módszereket illetően, hogy jó munkát végez, de természetesen az iskolának is nagyon jó reklám.
Stúdiónk vendége volt dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelés ügyi miniszter, aki az országgyűlés tavaszi időszakának megkezdéséről, a közeledő köztársasági elnök választásról, az M4-es autóútról, valamint az ország aktuális politikai helyzetéről beszélt. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter. Üdvözlöm miniszter urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, én is üdvözlöm a kedves televízió nézőket, rádió hallgatókat. Megkezdődött a parlament tavaszi ülésszaka. Milyen kérdések megtárgyalására kerül sor az elkövetkezendő időszakban? Az országgyűlés az folytatja a munkáját. Most a utolsó időszak olyan tulajdonképpen, hiszen hamarosan letelik a mandátum, és annak rendje és módja szerint dolgozunk. Elsősorban gazdasági kérdésekkel fogunk foglalkozni, de egy nagyon fontos döntés előtt is állunk, hiszen Áder János köztársasági elnök úrnak letelik a mandátuma, és új államelnököt kell majd választani. Egyébként az egy sajátosság, hogy ilyen esetben a tavaszi ülésszak a választások idején egyfajta szünetet tart, és utána fog majd újra összegyűlni az országgyűlés, majd megválasztja a kormányfőt, és szépen majd végzi azt a munkát, ami egyébként a munka tervében szerepel, megtárgyalja a javaslatokat, a képviselő indítványokat. Ahogyan miniszter úr is említette, közeledik a köztársasági elnök választásának az időpontja. Beszéljünk a jelöltről, elevenítsük fel, mikorra várható egyébként ugye a köztársasági elnök választásának időpontja, és mit lehet tudni a részletekről? Március 10-én lesz a tervek szerint az államelnök választás, és Novák Katalin miniszterasszony, parlamenti képviselő a jelölt, a Fidesz-KDNP jelöltje. Első ízben lesz tehát Magyarországnak női köztársasági elnöke, bízva abban, hogy megkapja a szükséges szavazatokat. Ez egy speciális választás egyébként, tehát kétharmaddal lehet államelnököt választani az első fordulóban. Amennyiben ez megvan, akkor eldől a kérdés, és hogyha ott nem lenne meg, utána további fordulókra kerül sor, a végén feles többséggel is megválasztható, ugyanis állam, ő az minden esetben kell, hogy legyen. A magyar közjogi rendszerben az államelnöknek nagyon fontos feladatai vannak. Térjünk át a térségünket érintő kérdésekre. Hogyan állnak az M4-es autóútnak a munkálatai? Itt jó hírrel szolgáltunk, hiszen gyakorlatilag elkészültek a munkálatok, így a M4-esnek a pár évvel ezelőtt megkezdett Üllőtől Abonyig tartó szakaszán már folyamatos a közlekedés, és ez hosszabbodik most meg egészen a Törökszent Miklós keleti részéig, a tiszapüspöki elágazásig. A szónok északi elkerülő az február 22-én került átadásra, és így Karcag számára közelebb hozza Budapestet. A város fejlődési lehetőségei, közlekedési megközelítési lehetőségei azok ugrásszerűen javulnak ennek köszönhetően. A folytatás pedig hamarosan várható, hiszen március hónapban alapkőletételre kerül sor, amely a Törökszent Miklóstól egészen Karcag pusztáig terjedő szakasznak a munkálatait indítja. Én bízom benne, hogy néhány év alatt ez a szakasz is elkészül, de már így is a mostani beruházással sokkal közelebb vagyunk Budapesthez. Hogyan látja a miniszter úr városunk fejlődését beruházások, fejlesztések tekintetében? Jó néhány beruházás hamarosan lezárul, hiszen a Penny logisztikai bázisnak a bővítés, amely tulajdonképpen a kapacitások duplázását jelenti, az elkészült, itt is várható az átadás, illetve egy újrahasznosító hűtőgép szigetelést feldolgozó üzemnek is a beindulása várható az ipari parkban. Napelempark elkészült, itt is majd átadásokra fog sor kerülni, és már látható az, hogy nyertes pályázatokból további beruházások valósulnak meg, és aki itt a 4-es mellett közlekedik, láthatja, hogy az Agrosprint telephely fejlesztése is jó ütembe zajlik, hiszen már az épületek lassanként elkészülnek. Van még híja, de azért a ütemterv szerint haladnak a kivitelezéssel, és emellett vannak a városba folyó munkálatok, így különösen a kerékpárút, ami látványos. És én bízom benne, hogy hamarosan fölvonulnak a milánói pavilon újraépítésének kivitelezői is. Miniszter úr, hogyan látja néhány héttel az országgyűlési választások előtt Magyarország aktuális politikai helyzetét? Zajlik a választási kampány, sok szempontból más, mint a korábbiak. A lényeg az változatlan, hiszen az ország sorsa az, hogy merre haladjunk.
lesz önálló Magyarország, lesz önálló magyar politika, tudjuk-e folytatni a gazdaságfejlesztő politikát, ezek az alapkérdések, amelyek el fognak dőlni. Ugyanakkor arra én nem emlékszem az elmúlt 3 évtizedből, hogy legyen olyan ellenzéki miniszterelnök, aki folyamatosan sértegeti a magyar embereket, a vidékieket, a vidéki településen élőket tudatlannak, gombának nevezi, elmaradottnak titulálja gondolkozásukban. Olyan dolgokat mond ránk, amelyek mélyen sértőek, és én bízom abban, hogy mindenki levonja a megfelelő következtetéseket, és a kormánypártokra, a Fidesz-KDNP-re fog szavazni. Miniszter úr, köszönöm az interjút. Köszönöm. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!